Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár. Bár sok emlék fűzi Fonyodhoz, a városban mégis először mutatja be munkáit Botján Marianna. A festőt a természet ihleti meg, de nem csak a Balaton, hanem a Szigetköz is kedvelt tája. Alkotásaiból most nyílt tárlat. A táncművészi karrierje után a képzőművészetet választotta életpályájának Botján Marianna, aki 1993-tól foglalkozik intenzíven festészettel. Nekem ez született egy örökség, mivel én művész családba születtem. Édesanyám, édesapám. Sőt, ők itt a Fonyódi művésztelepen töltötték a fiatalkorukat annó még. És ez nagyon régen volt már, 70-es években ők többször is, tehát minden évben jártak vissza Fonyódra dolgozni, később Keszthelyre. És hát én ezeket picit már anyatejjel szívtam magamba, úgyhogy a családi kötődés az elég erős ebbe nekem. Tehát a szemlélettől kezdve a technikai dolgokig, stb. És akkor én ezt így valahogy így, én ezt örököltem, de persze tanultam is. Ez nagyon fontos, hogy az ember képezze magát folyamatosan egész életében. Úgyhogy nekem az élethivatásom lett a festészet. Nem csak a Balaton, hanem a Szigetköz is megihleti, de számos alkotótábornak vendége rendszeresen, így változatos tájakkal találkozik. Én természetelvű festőnek tartom magam, azon belül is egy kicsit az impresszionizmushoz kötődöm, mivel én elkötelezetten a plein air festészetben működök. Tehát ez lényeg, hogy a tájban festeni, a közvetlen impresszió alapján feldolgozni a témát. És ebben a itt látható képeinknek a nagyon nagy része, gyakorlatilag 90%-a kint készült a természetben. Különböző művésztelepek alatt, amit több megkívásos művésztelepen veszek részt egy évben, vagy pedig a kurzusaimon, vagy pedig csak úgy, hogy valahol eltöltök egy nagyon szép tájon egy-két hetet, vagy egy pár napot, és akkor én azon töröm a fejem ilyenkor, hogy mindig, hogy mit látok meg, és akkor megfog a közvetlen látvány. Ez a közvetlen érzés, amit így áthatja az embert, az valami csodálatos dolog, amikor kint dolgozhatok a tájba. És azt én 35 éve művelem ezt a műfajt, ez csodálatos, azt mondtam, és ezt terjesztem is, ma már tanítok is ebből. Botján Marianna természeti ihlete munkái közel egy hónapig láthatók Fonyódon a Feng Shui galériában. Vinnai András Furnitúr című darabját Anger Zsolt állítja színpadra a Pécsi Nemzeti Színházban. Az új bemutató darabban a Furnitúr lakberendezési áruház dolgozói szükség esetén a vásárlót felkészületlenségével is szembesítik. Ez a színdarab azért is különleges, mert egy férfi szemüvegén keresztül látjuk a párkapcsolatot. Miért van egyedül? Szólított a hívó, de nincs itt senki. Megmutatnák, hogy merre talál a kocsit. Mi? Bevásárló a kocsit! Ha nézd, ez nem így van. Minden rendben lesz. Mondjak magának valaki. Korán meglátszik, melyik tejből lesz jó. Technikusokat kérünk a gyerekosztályra. Technikusokat kérünk a gyerekosztályra. Mi vagyunk a technikusok! Sivak Surman és barátnője családot akarnak alapítani, természetesen nagy dirrel-durral várják a gyereket. Az apa jelölt minden szakkönyvet kiolvasott már az apaság témakörében, felkészültnek érzi magát. A szerepet a fiatal tehetséges Bera Márk alakítja, aki már 2 gyakornoki évet tud maga mögött a Pécsi Nemzeti Színházban, és hogy mennyire könnyű egy ilyen szerepet felhúzni magára. Nem kényelmesen tudtam beleeszkedni ebbe a karakterbe. Több szempontból, és az egyik szempont az, hogy ez volt az első nagy szerepem itt a Pécsi Nemzeti Színházban, illetve hát Kőszínházban. Úgyhogy egy nagyon nagy felelősséggel járt, és jár mai napig, minden előadás nagy felelősséggel jár, és komoly odafigyelés, illetve koncentrációval. A másik pedig az, hogy egy olyan karaktert kellett megformálnom, aki egy apa. És mivel, hogy én még nem vagyok apa, 25 évesen, ezért nyilván olyan dolgokat kellett megmutatni magamból, amiket eddig még nem tudtam egyik előadásban sem, hiszen nem volt feladat. Társul, bármi közben a Furnitúrnál is fogod el a vásárlását. Ha bármi kérdése van, bizalommal forduljon hozzá. Rendben. Van kérdése? Ő áruházunk megkonfigurálja a Furnitúrfűt. Furnitúrfűt! Úgy van, Furnitúrfűt. Az a dolog, hogy szívesebbé tegye ezt a pár évet, amit nálunk fogok követni. Pár évet? Ezt hogy érti? Hogy értem, hogy értem? Már hogy én nem számítottam rá, hogy ez több évig fog tartani? Addig kell maradni, amíg nem részünk. Úgy érti, hogy itt kell aludnom?
Nem, ez az előszoba, és az előszobában nem szokás aludni. De ha az ügyfél azt kívánja, hogy legyen át az előszobába, akkor lesz át az előszobába. Legyen át az előszobába. Nem, te! Mézes úrvaló kísérőt szaladtunk. Vedd még egy pillantást a vágylistájára. Az a helyzet. Hozott magával a vágylistát. Igen, hoztam. Nyugodtan megmondhatja, hogy nem. Szerintem ez a Sivák Surman egy elméletben neki megvan, tehát megvan a fejébe az, hogy ő milyen apa lesz. De hát az korán sem elég ahhoz. Tehát az, hogy ő elolvas több száz és több oldalas könyveket, az apák bibliáját, a kreatív apák bibliáját, az emberből gyereket, tehát ezeket a könyveket ő elolvassa, fel is készül az apaságra. De amikor éles helyzetbe kerül, amikor már a gyakorlatban kell ezt megcsinálni, ott már viszont sajnos elesik. Elesik a csatában. Tudod, jó, itt lesz jó neked, látod már, ez lesz a mindened, érted már? Őrzöd a kincseket, minden ember melegségre vár. Teremts otthont, ez mindenkire jár. A szürreális őrületben az anyajelölt Valasics Barbara izgalmas szerep számára, bár még ő sem élt át valóságban az anyaság szerepét, de ehhez a groteszk, abszurd komédiához nincs is erre szükség. A színész egy szélsőséges személyiségű lányt alakít a darabban. Nagyon szeretik ők egymást, mind a ketten szeretik a másikat, viszont ahogy halad előre az életük, egyre több bonyodalom kerekedik belőle, de igazából nem is olyan nagy problémák ezek, csak ilyen hétköznapi dolgok, ami az anyasággal jár, a gyerekneveléssel jár, azzal jár együtt, hogy eltávolodnak egymástól adott esetben, amiatt, hogy a körülmények megváltoznak körülöttük, és már nem csak ketten vannak. Jobb lenne, ha hazamennénk, hé? Ők szerveztek bennem. Válaszolj már! Mi alszom, hagyd békén, légy szíves! De hogy bírsz itt aludni? Sivá, ki készítesz az idegrohamaiddal? Nem tudom elviselni, amikor tőle zúzol, mint valami dühöngő elmebeteg. Félektüled olyankor, szeretnék aludni? Nem, ezt most muszáj megbeszélnünk, kérlek szépen, nem akartalak megbántani. Jó, ha tényleg nem akarsz bántani, akkor menj le, sétálj egyet, aztán majd megbeszélünk. Nem beszélhetnénk most? Olyan vagy, mint egy gyerek, mindent azonnal akarsz, és hogyha valami nem tetszik, akkor rögtön agresszív leszel. Ne haragudj. Jó, ha tényleg azt akarod, hogy ne haragudjak, akkor adj egy kis időt. Alszom egy órát és elmúlik. Én nem tudok ilyenkor másra gondolni. Szeretnék egy kicsit egyedül lenni. A legtöbb ember azon tud a legjobban nevetni, ami a saját életében, hogyha a saját életét látja viszont. És hogyha ezt megmutatjuk, akkor lehet, hogy rájön az ember arra, hogy tulajdonképpen mennyire vicces dolgok ezek, hogyha az ember nem veszi annyira nagyon komolyan. A párnak már csak a lakását kellene átalakítani a gyermekáldáshoz. A férj ennek érdekében igyekszik mindent megtenni, vállalván az Abszolút Helyzetek sorozatát. Ehhez nyújt segítséget a Furnitúr lakberendezési áruház. Az itt dolgozók, ha kell, a vásárlót felkészületlenségével is szembesítik, akár kéretlenül is. Anger Zsolt rendező azt hangsúlyozza, hogy a sok párkapcsolatokban előforduló hibát nem azért zudítja ránk a szerző Vinnai András, mert ki akar kergetni a világból, hanem azért, hogy tanuljunk belőle, és ne csináljunk mindenből problémát. Azért is különleges ez a színdarab, mert egy férfi szemüvegén keresztül látjuk a párkapcsolatot. A rendező a sokszor rémes hangulatot, a feszültséget nem csak nevetéssel, hanem dalokkal is oldja. Jól van, akkor békén hagylak! De akkor te is hagyjál békén entrem! Technikusokat kérünk a szaniter osztályra. Technikusokat kérünk a szaniter osztályra. Most mi van? Hozzá se értem, nem direkt csináltam, esküszöm, véletlen volt, hé, most mi van? Maga aztán tényleg nincsen nagy barátsággal a tükrökkel. Menj most. Valami baj van? Nincs neki semmi baj. Akkor miért nem mozog? Kicsit egyedül akar menni. 12 részes beszélgetés sorozatot indított a Pécs Decentrum Kulturális Egyesület a Baranyai megye székhelyén. Az első alkalmon Úrik Teodórával ismerkedhetett meg a közönség. A táncművész életéről, munkásságáról és kedves emlékeiről mesélt az érdeklődőknek. Úrik Teodóra volt a vendége egy most induló beszélgetés sorozatnak Pécsen. A táncművész a Pepita Kultúrtérben mesélt életéről, munkásságáról. Édesanyámnak volt az érdeklődése a tánc, mert engem 3 évesen elvitt egy ilyen magán balettiskolába, és akkor utána 8 éves voltam, mikor bekerültem a Magyar Táncművészeti Egyetemre, ami régén úgy hitték, hogy balettintézet, és 9 évig tanultuk a szakmánkat,
és utána kerültem le Pécsre. Tehát tulajdonképpen most lesz a 60. évfordulója a Pécsi Balettnek, aminek alapító tagja vagyok, és jelenleg ügyvezető igazgatója. Ki tudom mondani azt a szlogent, hogy hídja vagyok ennek az együttesnek, mert ezt a 60 évet folyamatosan az együttesben, vagy az együttes mellett töltöttem különböző pozíciókba. Ez egy olyan szakma, ahol mindig vannak nehézségek, csak azt nem mutatjuk meg. Úgy szoktuk hívni, hogy ez egy jéghegy szakma. A ragyogás, amit a közönség lát belőle, az a csúcsa. Nagyon-nagyon sok munka van mögötte, de azt hiszem, hogy úgy keményé formálja az embert egy ilyen élethivatás. Úrik Teodóra, vagy ahogy legtöbb tanítványa is ismeri, Dóra néni megosztotta a közönséggel legkedvesebb emlékeit is. Egy nagyon-nagyon szigorú intézményes rendszerből kikerülve egy olyan mesterkeze alá kerülhettem, Ek Imre volt az alapítója az együttesnek, aki megtanított tulajdonképpen mindenre. Arra, hogy a személyiség milyen fontos a színpadon. Tehát rengeteg hasznot tudok ebből kapni, amit tőle tanultam, a pályám következő részét, a tanítást, a pedagógiát, az instrukciókat, a rendezést, a színház közeli működést, mindent ebből a dologból tudtam megtanulni. Tehát ez egy nagyon nagy változás volt, mikor kijöttünk egy olyan intézményből, ami szigorúan csak technikára tanított. 9 évig, nem tudom, mi az a sport, amit 9 évig kell tanulni ahhoz, hogy művelhess. Őrjítő mennyiségű lépésanyag, fizikalitás, koordinációs feladatok, szóval kell hozzá mindenféle, és hát utána, ami nekem, a táncolás, az ember nem látja magát, tehát azok az örömök, hogy jó volt a színpadon lenni, és kitárulkozni, és egyfajta extatikus élménye van az embernek, ha táncol, hiszen ezt tudjuk, hogy a testünk mozgása tud örömöt adni még a civil életbe is, de mindig szigorúak voltunk magunkkal. Viszont aztán átkerültem a másik oldalára, a pedagógia oldalára, ahol felhasználhattam ezt a tudást, és tehetséget tudtam gondozni, ami csodálatos élmény, mert ott nem én voltam a sérülékeny, nem én voltam az esendő, hanem én segítettem. Nagyon sok növendékem van, akik fantasztikus pályát tudtak befutni, együttes vezetők, Győri Balett igazgató jelöltje, a Miskolci Balett vezetője, ők mind volt növendékek, és nagyon-nagyon sok Pécsi Balettnek nagy része, és ezek csodálatos lehetőségek voltak. Na most aztán csináltam mindenfélét, írtam könyvet, benne voltam az alapfokú és középfokú oktatásnak a tervezetébe, rendeztem, koreografáltam, prózába szerepeltem, nem is tudom, hogy filmbe szerep, nem tudom, mindent, ami ezzel kapcsolatos lehetett. Nem könnyökléssel, csak valahogy jöttek ezek a dolgok, és elfogadtam, és megpróbáltam jól megcsinálni mindent. A 12 részes eseménysorozatot a Pécs Decentrum Kulturális Egyesület álmodta meg. A szervezet egyébként már több mint 10 éve rendez kulturális közéleti kerekasztal beszélgetéseket. Régóta tervezzük, hogy egy olyan sorozatot is útjára indítunk, aminek az első állomásán vagyunk most. Amikor ismert, az azt jelenti, hogy országosan vagy akár nemzetközileg is ismert, és kevésbé kisebb közösségekben ismert pécsi személyiségeket mutatnánk be. Az Egyesület valamelyik tagja fogja vezetni a beszélgetést a későbbiekben is, negyedévenként egy lesz. Még nem tudnék névsorral előállni, mert mi magunk is élvezettel vetjük össze az ajánlatlistákat, hogy az Egyesület és a Hold udvar, akikre gondolt. Szeretnénk például a most megjelent közönség tagjaitól is neveket kérni, olyan személyiségeket, akik meghatároznak egy kisebb közösséget a városban, és szívesen mesélnének nekünk, és akkor őket mutatnánk be itt negyedévenként majd a megjelenteknek. A közönség soraiban ülök erre a kis sárga lapra, ami ott van minden széken, és kicsit meg is ijedtek, hogy vajon ez foglaltat jelezze, de nem. Erre nem csak neveket kérünk, további potenciális beszélgető partnerek neveit, hanem azt is kérjük majd a közönségünktől, hogy írják fel a kulcs szavát annak a történetnek, amihez kapcsolódni tudnának. Tehát mi komolyan vesszük ennek a pályázatnak, amit elnyertünk, a célkitűzését, a pécsi kohézió és közösség erősítését. Úgy próbálunk közösséget teremteni itt ebben a nagyon helyes kis házikóban,
hogy aki ide eljön, legyen lehetősége, hogyha kedve is van hozzá, a saját történetét hozzátenni a meghívott vendégéhez, és itt kirajzolódhat valamiféle tabló, valamiféle mentális Pécs térkép, hogy mi is ott voltunk, mi is tudunk erről. Mi is, úgymond a kevésbé előtérben lévő a közönség, a hallgatóság is hozzáteheti a maga kis mikrotörténetét az előtérben álló személyiség történetéhez. A következő alkalomra tavasszal kerül sor, amikor ismét egy Pécshez kötődő, a város hírnevét öregbítő szemét látnak vendégül az egyesület tagjai. Drogokról, kapcsolatokról, megaláztatásról és a barátságok kialakulásáról szól Glashütter Bianca könyve. A Kródi Gyula szakgimnázium diákja egy éven át írta a fiatalokról szóló krimit. A szerző 3 éve bontogatja szárnyait, eleinte fantazikat próbált írni, tavaly viszont egy iskola történetbe kezdett bele. A tervek szerint a fiatal lány írását az idén már könyvformájában is meg lehet majd vásárolni. Szerintem a drog az nagyon káros, és nagyon megváltoztatja az embert. És aki van benne 5 srác, aki a Max-et igazából bántja, ők azért lettek ilyenek, mert nekik a családi hátterük miatt muszájak voltak ehhez hozzájönülni. Bianca fiatalkora ellenére nagyon komoly témát dolgoz fel krimiében. A Gyémánt című írásában a középiskolás fiatalok hétköznapjait mutatja be. A műben érinti a drogok használatát, az egymáshoz való viszonyulást és a lelki bántalmazást. A maga a könyv az 2 részből áll, az egyiket egy nagyon negatív festéssel, egy 30 évvel ezelőtti iskolát mutattam be, amiben hát történt egy tragédia, és ott a főszereplő fiú Max egy igazi hierarchia legalján lévő fiú, akinek a családi háttere is igazán hát szörnyű, és az iskolában is ezért folyamatosan piszkálják, szekelják és rászállnak. A történet második része már a jelenkorban játszódik, s nem csak a valóságot mutatja be a szerző, hanem egy fantáziavilágot is megjelenít. Bianca írására az Agenda kiadó figyelt fel először. A szerző 3 éve bontogatja szárnyait, eleinte fanteziket próbált írni, Gyémánt című regényébe 1 éve kezdett bele. Először egy fantazival indítottam, viszont hamar rájöttem, hogy az valahogy nem az én műfajom. Utána elkezdtem naplószerűt írni, és több témát is boncolgattam, viszont ez a kicsit krimis, drámás, romantikus, kevert műfaj lett az, ami igazából úgy megragadott, és amiben ki tudom élni magamat. Bianca az iskolában is nagyon aktív, az írás mellett rendszeresen készít fotókat is. Mindenképpen fontos, hogy legyen ilyen generáció, aki tulajdonképpen ír, fest, rajzol, fotóz, mert meg a kiváló rajzos és kiváló festő és fotós is egyben, illetve fontosnak tartom, hogy vannak ilyen diákok itt az iskolában is, vagy a szakképzés terén is. Bianca Gyémán című regényét a tervek szerint idén adják majd ki, addig elektronikus formában érhető el. A fiatal lány azonban már a következő könyvén dolgozik. Bianca annyit elárult, a történet a jövőben játszódik majd. Kiállítást és könyvbemutatót rendeztek a Pécsi Apácai Művelődési Házban. Dr. Túri István festményeiből nyílt tárlat, lánya B. Túri Zsuzsanna pedig Göröngyök az úton című kötetéről mesélt az érdeklődőknek. A könyvek ingyenesen elvihetők, a Gyógyító Szépség című kiállítás pedig március 10-éig tekinthető meg. Gyógyító szépség. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Pécsi Apácai Művelődési Házban. A tájképek, csendéletek és portrék dr. Túri István alkotásai. Bár orvosként dolgozott, imádta a festészetet, így emlékezik rá lánya. B. Túri Zsuzsanna nyitotta meg a kiállítást, aki egyúttal önéletrajzi ihletésű könyvét is bemutatta. Ez a Göröngyök az úton címet kapta. Az alkotásban Zsuzsanna életéről olvashatnak, akit 10 éves korában nagyszüleivel és édesanyjával együtt telepítettek ki Budapestről. A szüleim, az édesapám, az orvos, az máshogy lakott, mert neki mindig
szülészhez kellett dolgozni nagyon sokat, és azt szeretettel csinálta is. Viszont a Katinka engemet Pasa Réten a szüleihez adott engem, mert ő meg sokat utazott föl abba az iskolába, ahol a gyerekekkel kellett ő tanuljon. De úgy volt ez, hogy még az ostrom alatt is kiment tőlünk a háborúba, mert nem volt a gyerekekre ki legyen, mert a gyerekek szülei azok mind a faluba voltak, mert messziről jött gyerekek voltak többnyire, és hát mentek azért egyen-ketten, hogy hát a gyerekekre vigyázzanak is. Ő föntről a hegyről nézett le, és nézte a mi házunkat, és hogy élünk-e még, mert ott mellettünk egy nagyon szép, gyönyörű olyan ház volt, nem tudom megmondani a nevét, ahol katonákat tanítanak, fiatal katonákat. És azok ott voltak, itt volt a mi házunk, és a másik sarkon ott az volt. És nagyon félt édesanyám, hogy vajon a fiatalokat nem kapják el a háborúba. És így figyelgette. Zsuzsannát, édesanyját és nagyszüleit Mikófalvára telepítették. Bár tragikus esemény, a könyvírója mégis rátalált a boldogságra, az apró örömökre, amit olvasóival is megoszt alkotásában. A család végül 1953-ban kapott értesítést, miszerint kényszerlakhelyhez kötöttségüket megszüntették. Ilyen arcot vágtam, mikor eljöttem onnan, és hát ide van írva, szabad vagyok. Mert még engem se engedtek ki a kert, abból a faluból. Nem engedték ki, hogy kimenjünk a lépcső, az útra. Nekünk benn kellett maradni. Nem lehetett se orvoshoz, se sehova menni. Csak egyedül édesanyámat engedték, mert neki dolgoznia kellett, mert csak az volt pénz. Drága nagyanyám, egy csodálatos édes nagymama volt, aki sokat énekelt engemet, nagyon szeretett, jól voltunk. És hát amikor kijöhettem Mikófalváról, akkor az édesapám hívott meg engem, hogy jöjjek, és lakhatok vele, legyek vele, mert külön volt ő, külön élt. Nem voltak elválva, de külön éltek. És aztán később az édesanyámat is hívta, amikor sikerültek véletlenül, hogy állást kapott, ugyanott, ahol volt, taníthatott, csak akkor megint oroszt tanított akkor már. Édes nagyanyám, igen. És aztán később hát édesapám azt is mondta, hogy akkor a nagypapam, akkor a nagyszülőket is, de a nagyszülőm az meghalt, de a nagymamát is, ő is magához hívta, és akkor ott maradtunk családba, Budapesten. Bétúri Zsuzsanna könyvével és édesapja alkotásaival állít emléket családja előtt. A Göröngyök az úton című kötet ingyenesen elvihető, számos példány érkezett a Pécsi Apácai Művelődési Házba. A színház terem előtti galériában pedig dr. Túri István festményeit megtekinthetik az érdeklődők. A Gyógyító Szépség című tárlatot március 10-ig láthatja a közönség. Ennyi volt már a Képtár közéleti kulturális magazinműsorunk, viszontlátásra!